Szilárd Halmaz Állapot lemezt is hallgattam, annak még volt Viván is videóklipje, és nagyon irigyeltem a Szilárdot, hogy milyen jó csajokkal van együtt. Azt hiszem, hogy én mosogatás közben dudaláztam, és aztán ő ezt meghallotta, és megkérdezte, hogy én foglalkozom el komolyabban az énekléssel. Nagyon érdekes a történetünk a Szilárddal. Mondhatni ilyen sorsszerű összefonódás, én szépen hiszek. Nekünk volt egy nyaralom csopakom, és mi ezt már nagyon régóta árultuk, és akkor jött éppen egy érdeklődő, és kiderült, hogy a Sziszék veszik meg. Még ez a megosztáros időszak, most már 18 éve volt, onnan ismerem, és a Barnabás mutatott be meg minket egymásnak, arra is emlékszem, és utána sokat dolgoztunk együtt, és ezt nagyon szerettem. Felhívott a Szilárd, és mondta, hogy lenne egy-két dal, amiben örülne, hogyha én is énekelnék, és mivel azért vannak személyes kötődéseim, mert a Dorina is benne van ebbe a projektbe. Meg nem tudnám mondani, hogy pontosan hány éve ismerem a Szilárdot, de lehet, hogy már van 20 is. Annyira régóta, ő egyébként olyan nekem, mint hogyha bátyám lenne, kb. Olyan légkör alakult ki a zenekarban, mint hogyha már, mit tudom én, 10 éve, 15 éve zenélnénk együtt, és nekem ez egy ilyen családias légkört eredményez. Tehát például, amikor lejöttünk a stúdióba, és oké, tudtuk már nagyjából, hogy milyen ötleteken kell dolgozni, de hogy ezek után minden olyan zökkenőmentesen működött, mint hogyha tényleg így baromi régóta együtt zenélnénk. Bencével, ugye a dobosunkkal már előtte a zenekarba kerülésem előtt is zenéltünk együtt, és gondolom, hát ő ajánlott be, legalábbis ő ezt mesélte nekem, hogy ő ajánlott be a Szilárdhoz. Elmentem egy próbára, megnéztük, hogy működik-e együtt a munka, és működött. Úgyhogy elfogadtuk, hogy akkor ez így lesz, és azóta így van. Hát tényleg ilyen probléma nulla. Én olyan lemezeken játszottam, ami a zenekarokban tag voltam, ez a normális, sőt alapvetően én csinálom a lemezt minden estül együtt, tehát én erre treníroztam magam az elmúlt 20-30 évben, hogy egy zenét meg tudjak csinálni abszolút a nullából a masterelt végtermékét. És most, hogy így belekerültem egy ilyen helyzetbe, ez nagyon felszabadító volt, mert nem az enyém volt, teljes felelősség. És szóval ennek az a része, hogy ilyen kis felelősséggel kell üzemelnem egy produkcióban, ez nekem óriási élmény és megkönnyebbülés. Tehát nincs itt egy nagy főnök, aki kimondja a végső szót, hanem azért csapatmunka van. Mert? Csapjak? Nem álltam le. Nem állt le? Nem állt le, minden megy tovább. Néhány évvel ezelőtt, 2018-ban, amikor ezt újjá akartam szervezni, mert jó pár évig tetszhalott állapotban volt ez a saját zenekar, akkor gyakorlatilag az egész társaságot le kellett cserélnem. Mostani Szilárd zenekar összetétele az a legjobb. Még hogyha tök más zenekarokból vagy zenei világokból jövünk így egyesével, és külön-külön is? Persze mindenkinek, a legtöbb embernek van anyazenekara, nekem is ott a Quimby, de emellett ez a társaság, ez egy nagyon stabil pont kezd lenni. Imádok a Szilárddal dolgozni, mert mindig ahhoz képest, hogy egyébként maximalista, és mindent nagyon igényesre szeret elkészíteni, legyen szó akár egy videóklipről, vagy magukról a dalokról, ahhoz képest tényleg ilyen halálnyugodt, meg mérleg, mint apám. Lehet, hogy azért bír ennyire. Mi? Van valami hasonló is. Bemenjek most én? Igen. Vagy nem tudom. És ez mindig nagyon nehéz, nekem nehéz ezt ráhangolódnom, hogy ezt gondolom magamban én. És azt úgy szoktam megoldani, hogy ha nehéz, akkor sok munkát teszek bele, de aztán elég sok órát foglalkozom azzal, amire fölkészülök.
Igazából négyféle verzió van. Négyféle? Igen. De, és kiírta ez? Négyféle verzió. Ketten. Az összeadott munka, meg az összeadott szellemi termék, az szerintem így a szilárd entitásnak az abszolút, nem tudom én, javára válik, vagy így. Na igen, azért. 3, 2, most lesz. Szerintem nagyon fontos az egész hangulatában az, hogy azok, akik játsszák, azok valamelyes kitaláló is a zenének. Nagyon nagy mázlik sokasága után jutottam ide, hogy Bence dobol, Viktor basszus gitározik, Simi a kölcsönkért gitáros, Annától kölcsönkértem jön gitározni, remélhetőleg minél többször, amikor csak teheti, és Flóra meg Dorina pedig egy állandó jelenlévő színfoltja ennek a dolognak. Úgy játszanak, és olyan emberek, akiknek ez kötődésük, személyes kötődésük van ezekhez az anyagokhoz, és az a zene is sokkal jobban, nem tudom, össze van gyurmázva, és konkrétabb képet mutat szerintem a zenekarban játszó emberekről. A fiúk tök jól kiveszik a részüket a hangszerelésekből, hogy sokkal bátrabbak, és a Szilárd hagyja is nekik, hogy azt csináljanak, amit akarnak. És ez tök jó tesz zeneileg ennek az egésznek, meg hallatszódik, hogy amellett, hogy nyilván ez az egész Szilárdról szól, érződik, hogy mindenki egy csomó pozitív dolgot beletesz ebbe, és ez a sok tök jó dolog így találkozik, ezért egy tök izgalmas zenei szintér alakul ki. És ezáltal mindig valami újabb, egy újabb stílus felé haladunk. Neki indulunk egy hegymászásnak, és utána viszont van, amikor gurulunk lefelé a biciklivel. Egész egyre több, mint egy üst, egyre jobban fortyog, jön fel, és végén ott megáll. És az mennyinél? Az még az... Hát, azt majd... Szerintem még be is húg, hogy hú! Igen, tényleg. Lehet hallani, hogy az a vége. És addig folyamatosan lassan, de begyeletesen megyre megy föl az egész. Jó, ilyet tudunk. Igen, szerintem is. Ilyet lehet. Jó volt magát a folyamatát látni, hogy egy ilyen típusú zeneszerzés az hogyan is történik, hangszerelése hogyan történik, mert teljesen másképp, mint ahogy én szoktam. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt nekem ezen dolgozni. Ami nekem nehéz volt, ugye úgy indultak a felvételek itt ezzel a lemezzel kapcsolatban, hogy így a közel nulláról éppen ilyen vázlat dalokkal beértünk ide a stúdióba, és nem is egy időben, hanem így eltolva. Mi valahogy nekünk legtöbbször úgy szokott alakulni, hogy közösen vesszük fel a számokat, vagy legalábbis egy légtérben vagyunk, amikor ezek történnek, és azért az az igazi. Én azért szeretek felkészülni arra, amit csinálok, és amikor valami itt van ilyen, itt állunk a nulla közelében, és az a talaj, ami nálunk, az is elég ingoványos, mert hogy van rajta valami. Nem lehetek én, akinek mindig csak fáj. Nem akarok én most igazán más, csak azt, amire vártam egy fél életen át. Az alapötlet mondjuk megjön a Szilárdtól, és akkor azt elküldi egy ilyen telefonos felvételen egy zongorát, amit otthon a két fia játszadozásán közepette ott így rögzít, vagy mit tudom én. Gyakorlatilag tényleg, hogyha a srácokkal otthon vagyok, mint a fiaimmal, akkor egy idő után a zongoránál kötünk ki így vagy úgy, és tuti, hogy egy olyan ötlet rögzül a telefonomon, ami alkalmas lehet arra, hogy később dal szülessen belőle. Persze nem mindig, de általában, mondjuk átlagolva mondjuk 5-ből 3-szor biztos. Ezekkel bingizni az nekem egy kicsit nehezebb, mint a normál menet. Azt szerintem most nem kell. Na? Akkor a refrén groove az még így kialakítása? Igen. Ha elkezdenek járni így az agyak, hogy milyen dob, vagy milyen ritmika, vagy stb. Készületne rá. Tehát összességében a folyamat, mire eljutunk aztán a stúdió felvételig, a konkrét felvételig, az hónapokban mérhető. És ami meg könnyebb volt, mikor az volt, hogy jó, akkor itt csináltunk valamit, de akkor itt minden cserére kerül, és akkor viszont otthon
el kéne készíteni a végleges sávokat, az meg nekem az öröm zenélés. Otthonról online elküldöm, visszaküldjük, megbeszéljük. Az sem szokott olyan nagyon rossz lenni, nyilván az is ugyanúgy jó, de azért a varázslat az mindig együtt történik, mert hát ennek az egész zenélésnek valahol az a lényeg, hogy ezt együtt csináljuk. Az online dolgok, ha másra nem, arra tökéletesen megfelelnek, hogy országok közt is tudunk dolgozni, és ez most azért volt fontos, mert Kássia Priecsko nevű lengyel jazz zongorista lány két új dalban is közreműködik, illetve egy ilyen impro verziót csináltunk két dalból egészen pontosan, amiben ő szólózik. Sirat po prostu napisał do mnie na Facebooku. Dostałam od niego wiadomość. Czy zgodziłabym się nagrać parę wspólnych dźwięków? No i po jakimś czasie dostałam już gotowe traki, do których musiałam po prostu nagrać partie solowe. Nie było to łatwe, ponieważ nie jest to muzyka stricte jazzowa. Mimo wszystko wiele rzeczy się tam wciąż powtarzało, co było dla mnie nowością, bo w jazzie mimo wszystko jest trochę tak, że wciąż się coś zmienia, zespół reaguje, a tutaj już był gotowy podkład, do którego ja musiałam nagrać swoje solo. Das ist schon sehr lange her. Wir haben uns das erste Mal 1998 getroffen, als er mit der ungarischen Band Heaven Street 7 zu mir nach Deutschland gekommen ist, um dort eine Platte aufzunehmen. Und er war der Gastkeyboarder. Ja, und da haben wir 98 haben wir uns das erste Mal getroffen. Schon vor 23 Jahren. 2020 Quarantäne, igen, kb. 19-ben, milyen rég volt már. Kint voltunk Stuttgartban, a Böninél. Bernard Hahn, a kedvenc német hangmérnököm, aki egyébként már itthon él. És oda mentünk ki Viktorral és Szilárddal. Olyan volt, mint egy ilyen közös nyaralás. Csak közben felvettünk pár számot. Dzsungázni a dobot, hogy letakarni, leragasztani papírokkal, szikszalaggal, kipróbálni magán a felvétel pillanatában különböző szandokat, és ez egy nagyon csodálatos dolog volt, hogy erre ott Stuttgartban lehetőség volt. Ahogy megszólal a dob a keze közül, ahogy kikerül egy dob, már mérföldekkel a talaj fölött vagyunk. De hasonlóképpen jó élmény volt számomra, amikor itt a TomTom stúdióban a mostani felvételekre elkezdtünk demózni. Tehát úgy jöttünk le, hogy oké, van lehetőség a TomTom stúdióban demókat, tehát felvétel előtti ilyen előkészületi felvételeket vagy dalokat rögzíteni. Aztán a Bönihez lement a Bence feldobolni őket, akkor a Simi hazavitte. Tehát igazából volt erre idő, lendület, energia, és igazából nagyon hosszú évek óta most érzem először azt, hogy ez a zenekar tényleg egy zenekarként funkcionál, bár színpadon túl sokat nem tudtunk még állni, de a munka tekintetében mégis azt érzem, hogy ez egy tök jó funkcionáló társaság lett. Mindig tök nagy hangsúly van azon is, hogy érezzük jól magunkat, hogyha együtt vagyunk, és akkor az egyébként magával vonza azt, hogy minden nagyon jó is lesz, tehát az összes körülmény. Meine Meinung ist, das gefällt mir sehr gut. Manchmal, oder besonders jetzt, die neuen Songs finde ich sehr gut, weil es einen guten neuen Gitarristen gibt, der, finde ich, ist eine große Bereicherung für die Musik. Ja, und Szilard macht super Songs und nicht zu einfach. Ja, ich komm sehr gut damit zurecht. Ráadásul olyan emberekkel tudunk együtt dolgozni itt is a TomTomban, mint Dorozsmai Gergő, akivel pont a Dorinával beszéltük az imént, hogy nagyon sokat segített az éneklésben. Amellett, hogy nekem a lányok is nagyon sokat segítettek az éneklésben, és én el is várom, amikor én éneket rögzítek, hogy ők itt legyenek. Hát, az van, hogy soha nem vagyok ott, amikor Szilárd felénekel. Mert hogy nagyon jó ötleteket tudnak adni mind a két lány, nagyon jó énekesnő szerintem. Nagyon jó meglátásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy bizonyos részeket hogy kéne énekelnem. Ami most ér vége, vagy ami most ér vége. Csomószor van, hogy kap valami új instrukciót, akár tőlem, akár Dorinától,
és mondjuk, hogyha össze tud jönni még egy ilyen stúdiózás a felénekléskor, akkor mindig lelkismertesen kijavítja azokat a dolgokat, amikre instrukciót kapott. Ráadásul a Gergő is egy nagyon szigorú és tök jó bukákocs, és zenéleg is jó ötleteket szokott adni. Igazából mindig nyitott a javaslataimra, de azt is észreveszem, hogyha nem tetszik neki valami, akkor megmondja, és nem az van, hogy csak úgy elfogadja, mert mondtam neki valamit, hanem tehát, hogy tudunk vitázni is, és szerintem ez mindenképp annak a jele, hogy a munkakapcsolat így működik. A Szilárd énekel, vagy? Nem. Alap, jó. Nagyon hangos. Én nekem meg visszább ment egy kicsit. Az jött, és akkor az alap. És vigyázzál, mert ebbe lehet, hogy kisütöm a rendszert már, mint hogy ebbe lesznek ezek korbákolások. Oké. Akkor adok még vissza a fülesbe. Jó dolog az, amikor valakivel tök jó érzés alkotni, és a Szilárddal például nagyon szeretek dolgokat írni, és ezek mindig is ilyen kis, ilyen szívemcsücskei dalok lesznek, mert szeretem a Szilárdot, mert tényleg olyan tesó. Semmilyen stressz faktor nincs jelen, már szinte túl nyugodt, én szoktam inkább stresszelni, hogy na most mi van már, mit? Nem láttam a Szilárdnak, nem kellett, hogy lássam a válságmenedzsment képességeit, mert olyan nagy megzuhanások, sőt, megzuhanások egyáltalán nem voltak. Nagyon sokat nyugatott, kiborító volt. És közben néha lehet, hogy már sok is vagyok. Jim barátom, aki most épp a kamera túloldalán ül és mosolyog, vele szoktam elkövetni azt a lelkesedési hibát, vagy nem is tudom, hogy hívjam, amikor eszembe jut valami és megüzenem neki, Instagramon, Messengeren, SMS-ben, majd e-mailen. De hajlamos vagyok úszni az ilyenekkel, úgyhogy nem is ennyi baszogatás, de azért ráfér. Smooth sailing, ahogy az angol mondja. Ezt nem tudom magyarra lefordítani nagyon, de olajozottan megy, hát ez ilyen már. De igen. Szuper, mert az eddigi interjúból úgy tűnt, hogy itt semmilyen nem volt a Szilárdnak köszönhetően, tehát önkézzel egy tök jó felsővezető lenne. Na végül, kimondtuk. Ezt igen, ki kell mondani. És végre elkezdjük az éneklést. Rengeteg energiát adnak a többiek azzal, ahogy hozzáállnak ez a dologhoz, ahogy itt a stúdióban haladtak a dolgok, és emiatt egy EP-nek indult, de pont emiatt az energia miatt lesz, vagy lett ebből egy nagy lemez. Úgyhogy én most úgy érzem, hogy jó helyen vagyok velük. A maximum az egy elég elvont dolog, tehát azért mindig inkább az elég jóra törekednek. De például a Szilárdnál nem érzem azt, mert azért dolgoztam olyan emberekkel, akik tényleg egy megfelelési kényszertől hajtva olyan dolgokon akadunk fenn, ami az esztétikai lényegét nem érinti a zenének, de foglalkozni kell vele, mert az XYZ éppen menő együttes az így csinálta, és akkor mindenképpen mi is csináljuk úgy. Na hát ez itt egyáltalán nincs meg. Hello, Madrász Gábor vagyok. A Szilárdnak a notájába teljesen véletlenül csöppettem bele, bementem a Tomtommal, ami cuccél, és éppen úgy csinálták ezt az aktuális dalt, és megkezdett, hogy játszottam. És játszottam, körülbelül 8 percet vett igényben, teljes véletlen az egész. Hát, nem tudom, figyelj, persze, hogy jó lemez lesz. Igen, nagyon tetszik az, hogy van egy autentikussága a zenének, amiatt, hogy nem akar ilyen nagyon durván modern lenni, tehát, hogy élő hangszereken játszunk, nincs nagyon durván szét elektronizálva az egész, ugyanakkor merít egy csomó olyan újabb dologból, és csak úgy szépen fűszerezi saját magát azokkal, hogy így nagyon ízléses az egész. És az is tetszik, hogy így
popzenében, mint olyanban is műfajilag ilyen kalandozó az egész anyag. Itt, amikor a lezőn rálépsz a pedálra, és egyre gyorsabban forog. Picit rossz. Picit nyávok, picit... Jó lesz, ebből egy duplát létszi, ebből a mélyebbikből. Még szűk a sav. Legyen egy kis ilyen klasszikus. Nem. Szerintem ne. Szerintem se, kérlek, ne. Majd a... Ha a kettő közé majd... A hörgés maradhat? A metal hörgés maradhat? Zseni volt, nagyon-nagyon jó volt. Én örülök, hogy a részt is lehettem. Végre kicsit kiszabadultam a komfortzónámban, úgyhogy köszönöm a lehetőséget, Szilárd. Meg minden jót. Hogy vannak olyan régi dalok, amik itt igazániból már kilógnak abból, amilyen most a Szilárd formáció, azzal a felállással, zenekarral, attitűddel, energiával, ahogyan játszunk, és azokat a régebbi dalokat szerintem kezdjük is majd kikoptatni magából a műsorból, mert már nem annyira passzol bele, főleg azokhoz a dalokhoz képest, amiket mostanában vettünk fel. Azt érzem ezeken a dalokon, hogy egy kicsit, mert ezek most mélyebbre mentek, mint az eddigiek, de ezt nem tudom jobban megfogalmazni, hogy ezt hogyan értem. Azt érzem, hogy mélyebbek, kicsit komolyabbak talán. Mondom ezt a Hógolyó című dal árnyékában. Amivel a kis Flórát ki lehet borítani teljesen. De ezt Kardos Horváth Janónak köszönhetjük, aki a szöveget elkövette. Egy stúdiónak a konyhájában találkoztunk. Kávézás közben, és azt mondta, hogy persze, szívesen. Én mondtam, hogy végre. Végre megmenekültem a kínzó terh alól a szövegírás kényszerének. Nagyon izgultam, hogy van-e már ilyen dal, mert nekem az az élmény nagyon megvan, amikor nyakba dobnak hógolyóval, és akkor az lecsurog, az egy ilyen izgalmas, izgató, furi érzés. Az énekfelvétel közben már ilyen bölcsészklubbá változott néha, ahogy a Flórával, a Dorinával, meg a Sziszivel próbáltuk így kihámozni, hogy akkor most mire gondolhatott a szerző. Nekem valahogy szerelem, érzelem jutott eszembe erről a dalról, talán azért is, mert mollós, meg talán azért is, mert keringős. Bár az háromnegyed, de mindegy, szóval egy ilyen lágyabb dalam volt. Került rá egy olyan dobötlet, ami az egészet teljesen megforgatja, és akkor ez egy olyan pillanat volt mindenki számára, hogy ebből a kellemes ringatózásból lett egy viszonylag ilyen feszes, ilyen nagyon modern ügy, hogy az például egy kifejezetten jó élmény volt. És akkor azt gondoltam, hogy ha lehet, akkor én tennék el egy kísérletet, hogy a szerelmet, meg a meleg testet, meg a hideg hógolyót, azt valahogy párhuzamba hoznám, hogy a jó szerelem is olyan, hogy az így lesokkol. Ez egy nagyon szórakoztató szöveg, és nagyon, hogy mondjam, sajátságos. Én bírom. Valahogy azt érzem, hogy sikerült az elmúlt évek tapasztalatait, meg tanulásait bele sűríteni ezekbe a dalokba. Izgalommal és lepesve vártam, és tulajdonképpen úgy ismer meg valakit igazán az ember, hogy az új zenét meghallgatja. Tehát az, hogy most hol tart, azt onnan tudja meg. Én tavaly egy TEDx előadáson adtam elő, és ő is. Tehát egy előadás keretein belül voltunk színpadon, még beszélgettünk is egy kicsit. Természetesen tudtam, hogy kicsoda, de nem ismertük egymást személyesen, csak nemrég ismerkedtünk meg. Lapozgattam idén tavasszal a Nőklapját, mi mást, ahol egy interjú volt vele. És akkor így beugrott, hogy aha. Felhívott telefonon, és nagyon megörültem, de ugyanakkor nagyon meg is ijedtem, mert én általában az szöveget írok először. Ez azt hiszem életem legnehezebb feladatai közé tartozott, pontosan azért, mert nagyon romantikus, nagyon kedvemre való, az érzelmeket rendkívüli magasságokba emelő dallam, és az ember fél, hogy elrontja. És nagyon sok ideig nem is tudtam ezzel dolgozni, mert azt gondoltam, hogy ez a zene, ez nem igényel szöveget. Ez olyan jó, hogy ennek csak a szöveg ezen csak ronthat. Úgyhogy
sokat szorongtam ezen. A feléneklés előtti napon is még küldött nekem SMS-t, hogy az a szó inkább jobb lenne, úgyhogy nagyon aprólékos és nagyon odafigyelősen írta, és nagyon szépet írt ez a sorsdal. Nem elkerültük egymást, hanem telibe talált, és az ember telibe találják, akkor nagyon nehéz, tehát, hogy mondja, megszólalni. Van a végén egy kórus, amit menet közben jutott eszembe, és akkor gyorsan felénekeltük, ami miért az egész egy olyan katarzis élményt okozott nekem, hogy ahányszor hallgattam azt a dalt, mindig a végén azt éreztem, hogy beleborzongok, és olyan, mintha valami nagyon fenyegető, vészjósló színdarab első felvonása végén lennék, hogy úristen, de mi lesz most? Nekem a sorsdal lett a kedvencem. Ízlelgetni kellett egy kicsit a szöveget az elején, mert inkább versnek tűnt, mint dalszövegnek, de aztán azon kaptam magam, hogy sorok így eszembe jutnak. Tehát, hogy így nem az, hogy fütyörészem, hanem inkább az, hogy énekelgetem magamban egy-két helyét. Másrészt ott a Szilárd is úgy érzem, hogy a komfortzónájából kicsit kimozdulva adja ezt elő, énekli ezt el. A sors nem játék, a múltnak sok-sok titka van. Annyira koncertnek, hogy mindig menjen még egyszer? Szerintem most ezen a lemezen is, de már az előzőn is, Szilárd nagyon bátran veszi a frontember szerepet. Határozottabban énekli el azokat a dalokat saját maga, amiket ő írt, mint korábban, mert korábban szívesebben adta oda akár nekem vagy a Dorinának. Én így ismertem meg a Szilárdot igazából, hogy megkért, hogy énekeljem el én az ő dalát, és most meg ő elénekli az ő dalát, és én pedig kiegészítem azzal, ami még éppen úgy hozzá kellhet. Érted, Jimbo? Érted itt az instrukciókat? Jó, betegen, affektálva, végérvényesen bolondul, meg lesz. És én szeretem a Szilárdnak ezt a megvadulós énjét, hogy vannak benne már erős, színes, szagos dolgok, én a puhább dolgokat szeretem zenében is, de ez így jó volt egy picit így vadabb dolgokat csinálni, és jó volt így elereszteni egy kicsit a fantáziámat. A dalszövegírás nálam hol nagyon egyszerűen megy, hol meg nem megy? Szerintem nagyon érdekes lépés volt a Szilárdtól, hogy bevont kortárs szövegírókat, költőket a dalok szövegjeinek a világának a megalkotására. Tetszett az ötlet, hogy Szilárd kortárs költőket kért fel az új dalszövegeknek a megírására, illetve olyan más embereket, akik foglalkoznak ilyesmivel. Milyen villamos? Mérő villamos, de érdekes. Hát én mindig azt hittem, hogy ismerem Szilárdot már egyébként így gyerekkorom óta, mert egyrészt nagyon sokszor láttam a városban, másrészt én még a nővéremmel játszottam a Krimbi előtt annak idején 16 éves koromban, az A38-on. Felmerült benne, hogy esetleg írnék egy szöveget erre a lemezre. És nagyon szívesen mondtam rá igent. Nem csak a Krimbiből ismertem őt, tehát a szóló dolgait is a hallgattam örömmel. Jóval ironikusabb, meg önironikusabb, meg néha naívabb, meg tehát markánsan különbözik, mint a Quimby. És ez azért nagyon érdekes, meg azért fontos, mert azért elég sok olyan zenész van, akinek úgy van szóló projektje, hogy tök ugyanaz, mint amit a zenekarban csinál. Kaptam egy nagyon kedves mélt Szilárdtól, hogy lenne kedvem ezen a lemezen közreműködni. És hát persze Quimby dolgokat szeretem, meghallgattam a zenét, mondtam, hogy hú, ez nagyon tömény. Akkor írta, hogy ez jó, hogy tömény, vagy nem jó, hogy tömény. És akkor én, de nekem az jó a tömény, szeretem a tömény zenéket, mert annyi a híg zene. Úgyhogy szeretem, ha van így megáll benne a kés, meg van atmoszférája. Igazán nagyon sokat tanul az ember a zenére való írásból. Tehát beépül az embernek a saját munkáiba, nagyon szépen be tud épülni. Ugyanúgy, ahogy a műfordítás. Színek, ízek,
bátorságok mind beépülnek abba, amit az ember később csinálni fog. Megmondom őszintén, engem a nagyon sok szöveg fáraszt, tehát nem tudok úgy végighaladni egy 3 perces számot, hogy info, hogy az nekem nagyon sok. Na, az például már nem a dalszövegírás kategória, szerintem az egy ilyen, lehet, hogy megfogom, szerintem az egy ilyen fingreszelés, meg egy ilyen intellektuális önkielégítés, hogy még ezt is tudom, még ezt is tudom, még ezt is rá tudom tenni. Hatalmas tudás és hatalmas dolog ezek a slam poetrik, az így tök jó minden, azok is ilyen hangulatjátékok, van, akinek erre van készsége, van, akinek nekem nincs. Legjobban azt szeretem, hogyha szövegemre kerül egy dal, mint ahogy ez most itt történt is egyébként, hogy is nem is ismertem a dal, de egyébként azért az első lépés az nyilván az, hogy az ember meghallgatja rengetegszer a dalt, hogy mire van, és nagyon örül neki, hogyha nincs rajta kamu angol dalszöveg, ami aztán beüljön a fejébe. Szeretem is ezt a dolgot, olyan, mint amikor így sötétet elkezdi megszokni az ember szeme, és akkor elkezdenek derengeni egy szobának így a körvonalai. Az énekesen fog múlni, hogy ez a szöveg jó-e. Úgyhogy nagyon örültem, hogy amikor meghallgattam, mert akkor már nem a szövegem beszél, vagy nem én beszélek, hanem tényleg átszűrődik, és nagyon örülök, hogy ilyen szépen összeállt ez, hogy elfelejtettem, hogy nekem bármi közöm volt ez a szöveghez. Csodálatos. És ugyanolyan voltam. Nem, jobb volt. Amikor azt mondják oda át, hogy nem, jó volt, akkor biztos, lesz? Hogy autót tyúk majd velem. Ez a We'll fix it in post. Jó volt. A Szilárdnál, ahogy láttam, az a metódus, hogy tök jól kidolgozzák a demót is. Tehát már szinte végső verzióban van a demo, zenekarral, meg a lányok is, az énekesek is rámennek, és akkor az megy utána el a stúdióba. Az, hogy valaki költő, tehát hogy dalszöveget ír és zenél, nekem az a csúcs, mint ahogy rajzol és könyvet ír, az is nagyon jó. De hát ugye Szilárd mindkettőre képes, és borzasztó jó, hogy része lehetek olyasminek, aminek egyébként nem mernék. Hát alapvetően a legfontosabb. Tehát ez mind nem ért volna semmit, hogyha meghallgatom a dalt és nem tetszik. Tehát az marha jó lett volna, hogy láttam, hogy koncerten is jó volt, meg az is jó lett volna. És a többi. De egy jó áradó dal volt, és nagyon tetszett. Úgyhogy annyira belendültünk, hogy azonnal küldött egy másikat is. Azt hiszem, hogy ott is hogy alapvetően az lett a nagyon jó, hogy meglett a kulcs szó a kártyavár. És ahogy ugye egy nem is föltétlenül, tehát mondják, mindig emlegetik a bemondást. Igen, ott ne, de néha csak elég egy szó. Néha egy szó megvan az egész. Hogy, és itt is megvolt, és akkor már ráírtam a felhasználva a Szilárd szövegelemeit, ráírtam az új szöveget. Engem mindig az érdekel, hogy valahogy feszítsük szét a kereteket. Szerintem csak úgy lehet előre haladni. Az, hogy most itt ülünk asztalnál, tévébe beszélünk, villamosokon, ez mind annak köszönhető, hogy voltak olyan őrült feltalálók, hősök, mit tudom én, művészek, akik máshogy akarták csinálni a dolgokat. Ott volt a dal, egy rendkívül dinamikus, kemény, jó ritmizált dal, meg ott volt egy téma, és ez még mindig nem volt nekem elég, akkor oké, akkor erre valami is történet, de valami világa az egésznek, tehát legyen valahogyan kerek, ahonnan én tudok gondolni az egészre, és ez azért kell nekem, mert alapvetően ugye a formai kötöttség az könnyen elcsábít arra, hogy olyan szavakat, meg egyáltalán ritmikailag stimmelő badarságokat írj oda, ami prozódiailag jó, de azért világon semmi értelme az egészhez. És akkor, ha megvan a világom, meg a keretem, meg akár egy történet, mint egy novella, akkor az engem segít. Szilárd felfedte a titkos gondolatait és vágyait, nagyon sokat beszéltünk telefonon. Meg szoktam kérdezni, mert ha valaki küld egy keserves, szakítós dalt, akkor nehogy az élet szépségéről írjak valamit, és ő neki meg közben megszakad a szíve, csak én nem vettem észre. És teljesen szabad kezet adott Szilárd, és magam is meglepődtem, amikor mondjuk például egy nagypapa, meg egy nagymama bekerült egyszerűen csak a dalba, és kicsit izgultam is. Nekem ahhoz, hogy írni tudjak, kell egyfajta lebegő, semmihez sem igazán kötődő állapot.
tányércsapkodós veszekedés volt eddig a legjobb, amikor így repült a tányér, és így megállt a levegőbe, hogy bocs, ezt most le kell írnom, ami eszembe jutott, és akkor utána mehetett tovább a tányér. És mostanában, mivel többet vezetek, vezetés közben szoktam, és ordítok, mert az autópálya lehet kiabálni, és énekelni, és senki nem hallja. Ez nagyon jó, életveszélyes volt már ebből. Tehát nagyon figyeltem közben, de hát van, amit nem lehet elkerülni. Hogy mondjam, a jó dal életveszélyes, ezt megtanultam. Szóval minden olyan zenében, amiben elég szív, elég agy, elég ember van, abban én előbb-utóbb megtalálom magam. Ha valami nagyon mű, vagy nagyon rágógumi, vagy nagyon szóval nagyon idegen nekem, vagy nagyon tucatgyártás, akkor arról szoktam én lepattanni, és hát ez szóval emberzene volt, ez nekem kétségtelen volt első hallásra. Egészen új eszenciák születnek szerintem, és nagyon tetszik, ahogy Szilárd magáévá teszi ezeket a szövegeket. Ő saját magában is felfedezett új és új hangulatokat ezek által a szövegek által, amit lehet hallani a lemezen. Ez a folyamatos sokszínűség az, ami nekem nagyon tetszik így az összes dalban, tehát hogy nem tudnék így egyet kiválasztani és kiemelni. A szakadó eső volt a kedvencem, mindegyiknek fantasztikus a szöveg és nagyon jók a dallamok, de az volt az, amire azt éreztem, hogy van benne plusz. Valamivel nekem picit több, mint a többi. Ízesebb dal, ami nagy ívet fut be. Nekem erről a lemezről a sós kávé a kedvenc dalom. Nagyon tetszik, főleg a refrén zeneileg és a szöveg valahogy az elkapott. Van kedvenc felvétel az új felvételek, az új dalok közül, a Másképlás című dal. Próbáljunk az életünkben különböző aspektusokat is figyelembe venni, és dolgokat újra és újra felülbírálva másképp látni, és nem feltétlenül egy adott, nem tudom, most egy lehet, hogy nagy szavakat mondok, de egy adott igazság mentén haladva értelmezzünk az életünkben ilyen törvényszerűségeket, hanem lehet ezeken változtatni és másképp hozzáállni. És nekem ez a fajta ilyen kis töltet a dalban, ez különösen pozitív, mert az elmúlt másfél-két év az abszolút nem volt könnyű, így családilag, és az elmúlt másfél év az rohadtul segített ilyen emberi nézőpontokat más megvilágításba helyezni, és utána, amikor jött ez a dal, akkor ez... szóval ez segített. Annak ellenére, hogy nem vagyok már egy 20 éves srác, mégis azt érzem, azt az energiát kezdtem el érezni, mint akkor. Vagy ez minek köszönhető, azt nem tudom, fogalmam sincs. De hogy én most nagyon, nagyon elindultam egy irányba, nagyon tetszik, hogy jönnek velem ezek az emberek. Én most igen úgy érzem, hogy Gellert kaptam valami miatt, hogy nem tudom, így lendületbe jöttem. Van még valami? Szerintem nincs. Közben a Patrik van. Fogalmam sincs. Oké.